egy jól működő szennyvíztisztító telep, elfolyó szennyvize, az jól átlátható, egy méterig le lehet látni benne. Ebből következik, hogy teljesen tiszta víz benyomását ugye kelti. Ettől függetlenül ugye minden tisztító telepnek van hatásfoka, és 90-valahány százalékot a szerves anyagnak, egyéb szennyeződéseknek azt visszatartja, és a szennyvízi szappal elveszünk. A maradékban is azért vannak olyan szennyezések, amelyek mondjuk a szennyvíztisztító telep tartózkodás idejében nem tud 100%-osan lebomlani. Ezért kell a fertőtlenítés. A Bonyhádon épülő új technológiás szennyvíztisztító telepen a fertőtlenítő medencében eltöltött idő után a szennyvíz megtisztul a hormonoktól például, és egyéb biológiai úton nem lebomló anyagoktól, ami után beleengedve a völgységpatakba a vizet, a környezetre semmilyen káros befolyással nem lesz a későbbiekben. A völgységi városban tartott lakossági fórumon a kivitelezők és az üzemeltetők minden felmerülő kérdésre választ adtak a már folyamatban lévő szennyvíztelep rekonstrukcióval kapcsolatban. Ugye itt lehetett hallani arról, hogy van hálózatrekonstrukciós rész is a projekt keretén belül. A projekt keretén belül azt lehetett elmondani, hogy mindjárt ki visszatérek az egésznek a lényegére, hogy a nagybányoki szennyvízhálózat egy elég jelentős méretű rekonstrukcióra szorul. Mert sajnálatos módon ott nem az illegálisan bekötött szennyvizekről van szó, hanem annyira rossz minőségű ott a gyűjtőhálózat, hogy ott már majdnem, hogy a patakot szállítjuk be a szennyvíztisztító telepre. Tehát egyrészt a rekonstrukciónak az is a lényege, hogy egy tisztább üzem, úgy ugye kurcsán hangzik ebbe az összetételbe, de egy letisztult hálózat alakuljon ki, illetve a szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfoka növekedjen, és reményeink szerint egyébként a szakhatás is csökkenni fog. Lakossági fórumot azért hittük össze közösen a projektmenedzsmenttel, mert a szennyvíztelepnek a beruházása és az ottani felújítás, azt gondolom, hogy igazából érdemes arra, hogy a lakosság körébe is beszéljünk róla. Tájékoztatás az elsődleges cél, hogy pontosan mi valósul meg a szennyvíztelep rekonstrukció kapcsán, milyen határidőkkel és mi készül el a városba, és természetesen ilyenkor egy ilyen fórum alkalmával lehetőség van arra is, hogy a lakosok kérdezzenek is. Ha bármi olyan felvetésük van, kérdésük a projekttel kapcsolatban, ami nem teljesen világos számukra, szeretnék pontosan tudni, hogy az ő lakóterületükön mit befolyásol majd ez az építkezés, és hogyan változik a jövőben a felújítást követően, akkor itt ezen a fórumon választ kaphatnak valamennyi kérdésükre. Bonyhádon 1,8 milliárd forintból valósul meg a szennyvíztelep rekonstrukciója. A beruházásban érintett nem csak a völgységi város, hanem Nagymányok, Kakas, Cikó és Kismányok is. Konzorciumban nyertünk meg egy pályázatot, nagyon sok település van egybevéve, de ami Bonyhádot érinti, és az agglomerációt Cikó, Nagymányok és Kakas jelenti Bonyhádon kívül. 1,8 milliárd az a nagyságrendileg az az összeg, amit ennek a szennyvíztelep rekonstrukciónak a felújítására nyertünk ebben a konzorciumban, és ezeket a településeket is érinti, Kakasdot, illetve a Nagymányokat természetesen kisebb arányban, mert maga a szennyvíztelep az itt található a városban, és a pályázat lehetőséget biztosított arra is, hogy a vezeték rekonstrukciója is egy 5%-os mértékben megvalósuljon, ez érinti az említett két települést is. Maga a projekt az 1,8 milliárd, magára kivitelezésre, az építkezésre nagyságrendileg 1,5 milliárd forint az, amit fordíthatunk. Ezekről a településekről napi 2300 köbméter szennyvíz érkezik be a bonyhádi telepre. Ezt a mennyiségű szennyvizet kell a meglévő, meg az új telepnek is fogadni, és megfelelő módon tisztítani. Az új telep az teljesen a régi telep területén fog megvalósulni. A régi műtárgyakból, berendezésekből semmi nem kerül felhasználásra, nagy részben elbontásra kerül, tehát minden új lesz. Bonyhádon 900 méteres csatornaszakasz újul meg a hálózat helyreállítás kapcsán. Ezen kívül két szennyvíz átemelő, Kakasdon két szennyvíz átemelő lesz felújítva, Nagymányokon pedig itt lesz a legtöbb rekonstrukció, itt közel 1800 méter gerincvezeték és a hozzá kapcsolódó 900 méter bekötővezeték fog megújulni, valamint ezen kívül a K1-es jelű szennyvíz átemelő felújítása is megtörténik. Ez a kisebb része a projektnek.
nagyobb része a projektnek nyilván az új szennyvíztisztító telepnek a kivitelezése. A kivitelezés az 2018. szeptemberében elindult, az új szennyvíztisztító telep kivitelezése. Jelenleg a műtárgyak szerkezetépítési munkái vannak folyamatban. Várhatóan a próbaüzem ez év végén, jövő év elején fog elindulni. Ez egy 6 hónapos próbaüzem lesz, és ennek a sikeres lezárása után jövő év nyár közepe, második felén lesz várhatóan a végleges műszaki átadása ennek a beruházásnak. Az érintett településeken a szennyvízkezelési feladatokat továbbra is a Mezőföldvíz Kft. Látja el. Kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a szennyvíztisztítás és annak a technológiai háttere újuljon meg. És azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb. Természetesen vannak olyan feladatok, mint mondjuk a szakhatáscsökkentés, és vannak hálózati rekonstrukciós feladatok is a pályázatban. Itt a szennyvíz tisztító telep jelenti a legnagyobb részt, tehát azt hiszem, hogy ez a több mint másfél milliárdos beruházás azért elég jelentős fejlesztést fog megvalósítani ezen a területen. A hálózat rekonstrukció is ugyanolyan fontos, de hát az kisebb volumenű. Az üzemeltetők a fórumon hangsúlyozták, az új szennyvíztisztító telepre való átállás nem fog szolgáltatási szünettel járni, a szolgáltatás zavartalan és folyamatos lesz.